Kovács Gábort, a Tolnai Sárkányhajó Egyesület elnökét mindig örömmel tölti el, amikor ennyi csapat száll a vízre. A mai program az úgy alakult, hogy a Sárkányhajó Szövetség és a Kajakenő Szövetség által rendezett sárkányhajó versenyekből lassan kiszorulnak az amatőr és sportolók, és most az idén próbáltunk olyan versenyeket rendezni, hogy szabadidős csapatokat hívtunk meg. Azok mellett még teljesen amatőr csapatokat, például Tolnáról is vannak a szépkorúak, tehát képviseltetjük magunkat egész a 6 évestől a 86 éves korig. A jó kapcsolatrendszernek köszönhetően tudják megtartani ezeket a rendezvényeket, amelyek során tapasztalataikat és élményeiket is megosztják egymással a társaságok. Kovács Gábor mesélt nyári terveikről is. Megmondom őszintén, 18 év alatt azért már alakultak ki kapcsolatok így egyesületeken belül. Az idén Budapestről érkeztek az első MTK csapata, Szegedről a Vassárkányok, Pécsről a Pécsi Építészek, aztán a Bajáról a Bajai Spartakusz és a Tolnai Színeket viszont a Rosszatom és a Tolna csapata képviseli együttesen. Az idei évben ez a szabadidős kategória úgy működik, hogy vannak 200 méteres távok, ilyen sprintfutamok, és délután rendezünk 2000 méteres távokat. Hát itt az idők nagyon különbözően alakulnak. Szerintem van ilyen 52-53 másodperctől egész az 1 perc, 5 másodpercig, 10 másodpercig. Tehát igazából, ahogy mondtam is, hogy a 10-es kategóriában is vannak teljesen amatőr hajók. Amúgy szerintem elég jó a verseny, nagyon jó készültek a csapatok, teljesen meg vagyunk elégedve a vendégekkel. A jövő héten lesz Rasicében egy nemzetek közötti Európa-bajnokságod, az egyesületünk 2-3 taggal indul, Zsigmond Zsuzsanna, Steinbach József és Kovács Gábor. Aztán következőkben a Balaton áttevezés július 27-én, júliusban még ellátogatunk Szegedre, ott lesz egy 8 kilométeres táv, augusztus 4-én Szombathelyen lesz egy sárkányhajó verseny, tehát próbálunk minden hónapban legalább 2-3 versenyre eljutni, hogy az időnk engedi. Sok az elhivatott versenyző, de azért nem mindenki a győzelemért érkezett. Egy baráti kapcsolatot alakítottunk ki a Kovács Gábor és a Szandrának a sárkányhajós csapatával, a Vándorló Szépkörök baráti köre, és megkeresett bennünket a Gábor, hogy volna-e kedvünk ezen a mai rendezvényen részt venni, és boldogan vettük, örömmel vettük ezt a meghívást, eljöttünk 10 fővel erre a csodálatosan szép időbe, ide a Dombariba, erre a versenyre. Nem versenyzünk, a részvét az a fontos itt nekünk. Jó érezzük magunkat, nagyon-nagyon sok embert megismertünk, és innen tudjuk tovább építeni a baráti körnek a kapcsolatait. Most jöttünk be először sárkányhajóba, lehet, hogy még erről lesz még edzés, vagy lesz még belőle folytatás, de épp most mutatja nekem a Gábor, volt nekünk 2 héttel ezelőtt lent a Tolnai Dunaparton egy ilyen nyílt napunk, és jöttek a Gáborék, ott megsárkányhajóztatták a társaságot, és sokan örültek ennek a rendezvénynek. Szóltam neki, hogy mi a helyzet, hogy volna-e kezdetek el, örömmel 10-en eljöttünk ide. Urasinova Olgáék Paksról jöttek a Rosszatom cégtől. A csapat kollégákból állt össze, egyik szenvedélyük pedig a sárkányhajózás. Összebarátkoztunk a helyi sárkányhajó csapatokkal, és részt veszünk a versenyeken, amelyeken csak lehet, mert nagyon lelkesek vagyunk, és szeretném köszönetet mondani Gábornak, és mindannyiaknak, akik segítenek nekünk hódítani ezt a sárkányhajózást. Én mielőtt Moszkvából jöttem ide, Paksra gondoltam, több milliós város után valahogy kell szórakoztatni magam, tehát itt helyet találni magamnak Pakson, és utána néztem, hogy itt azért erős a vízisport, ugye? Egyrészt, másrészt Pakson van sárkányhajó lehetőség, és ez nagyon izgalmasnak hangzott, és először én kezdtem, mivel én beszélek magyarul, és utána a csapat is alakult így, hogy tehát mert ez szerintem jó lehetőség vízen, ilyen melegben ott lenni, meg csapat, lélek. Szóval, ja, sok előnye van a sárkányhajónak, és rá, meg a ciges kollégás rendezvények, vagy
foglalkozások szempontjából is. Thank you.